na még nincs vége a bajnak. Pedig már olyan lekerekített lett volna. De hoztam még neked valamit. Mégpedig szeretném megkérni az urat, igen, önt, így van, hogy maradjon a helyén, nyugodtan. Illetve tegye fel az egyik, így tegyék ki az egyik kezét, így van, és így, így és támaszza alá, mert még hosszú lesz a műsor. Tartsa így, kérem, jó? No. Szóval, hoztam magammal egy gombot, most igazából gombbal is csinálhattam volna, hogy megmutassam neked, de egy kicsit más jellegű kísérletet szeretnék neked mutatni, és ehhez szükségem lesz egy önként jelentkezőre. Ó, látom, az úr nagyon jelentkezik. Úgyhogy tapsoljuk meg, miközben kifárad ide. Annyira lelkesedett, nem? Annyira lelkes volt. Üdvözöllek. A neved Zoltán, ugye? Igen. Jó. Tudtam. No, Zoltán, odaadom ezt a gombot, jó? Az lenne a kérésem, hogy vidd a... ne tüntesd el, mert már tudnád, nem? Tényleg mutasd meg mindenkinek, hogy mit tanultál. Gyere, gyerek van? El lesz kápráztatva. Ne, ő is. Jó, az lenne a kérdés, hogy vidd hátra a hátad mögé a gombot, nagyon jó, és utána keverd meg a gombot, már hogy két kézben egy gombot már amennyire meg lehet keverni. Igen, és utána mind a két kezedet csukva, légy szíves, hozd előre. Jó, fordulj felém. Nagyon jó. Oké. Ez elárulja nekem azt, hogy ránézek, hogy a gomb ebbe a kezébe van. Kérlek, hogy nyisd ki. 50-50%, köszi. Az adom még egyszer nyugodtan csináld meg. Az már ugye, mennyi? Az már 25% lesz, hogy kétszer megmondom egymás után. Nagyon jó. Oké. Eltetted hátra a zsebed? Ja, korábban kell felkelni hozzám. Jó, rendben. Na, ennek mennyi volt az esélye? Jó, az a kérdés, hogy válaszunk még négy önként jelentkezőt, mert van itt nálam egy kicsit, egy pár gombbal több, jó? Ki az, aki még szeretne kijönni a színpadra? Nyugodtan, szabadon gyertek ki. István, gyere! Nem kell jelentkezni, csak gyertek. Jöjjön, uram, így van. Nem baj, hogy csak vakargatta a homlokát, jöjjön. Sir, nem baj, kam. Igen, tudom, már hogy a feleségem miatt. Jó, uraim, csak urak vannak, de tökéletes. Na, itt van nálam továbbiakban több különböző színű gomb. Nyugodtan egy kicsit jöjjenek előre, és odaadom ezt önöknek, csináljunk egy ilyen kupak tanácsot. És ne, mindenki vegyen egyet, de úgy, hogy én ne lássam, jó? Meg ne lássuk, senki ne lássa. Mindenki vegyen egy gombot, és tegye be a kezébe. Majd a fotót kérem, hogy tudjam, hogy ki melyiket vett. Na jó. Megvan? Kérem, hogy mindenki vigye a kezem, hát a mögé a kezét, így van. És keverje össze ott. Mix. És a két kezét majd hozza előre, de figyelem, ne így. Legutóbb volt egy ilyen, aki így hozta előre. Akkor nem olyan nehéz kitalálni, hogy melyik kézben van a gomb, tudod? Azt még te is meg tudod csinálni. Jó? Tehát mind a két kezed csukva előre. Jó, fantasztikus. István, kérek, nézz a szemembe. Ezt a kezedet engedd le. Köszönöm. Tartsd így. Uram. Ezt a kezét engedje le. Jó? Már nem mersz rám nézni, mi? Ezt a kezed engedd le. Hagyjál? Jó, ezt...
Nehéz ő vele. Na jó. Ezt a kezedben engedd le. Jó, fantasztikus. Te hozd fel a másik kezed, Léci? Nagyon izgultál itt az előbb. Oké. No, hadd kérjek meg mindenkit, hogy amikor háromig számolok, azt a kezét, ami itt fenn van, azt nyissa ki, jó? Ugye? 55-50% az esély egy embernél, de öt embernél, hogy melyik kezében van a gombot, ugye nem tudom, hogy hány százalék, kevesebb. Jó, 1, 2, 3. Mert azt akartam, hogy melyik kezében nincs. De várjál, a másik kezed maradjon a hátad mögött. Ezt leengeded, ezt a kezed, és gondolj a színre. Gondolj a színre, amit választottál. Fekete. Ugye, hogy? Így könnyű? Azt mondja, könnyű. Lekönnyűzte. Mert az elején is... Mert ezt tudtam. Mert az elején is ez volt. Így van, végül is teljesen logikus. Így van, abszolút, abszolút. A színek? Nem tudom. Én sem tudom. A színre gondol. Think of the color. Na mindegy, sárga. Így van, jó. Sárga, sárga. Jó. Van, maradt még ugye piros, fehér, meg zöld. Így van. De volt gomb. Maradt. Csak azt mondtam, hogy maradt. Fehér gomb. Szintelen fehér gomb. Igen. Jó. Kérem a fehéret. Kicsit megizzadt, nem baj. És ugye maradt még piros, zöld, zöld, piros, piros, zöld, zöld. Koncentráljatok, légy szíves. Piros, zöld, zöld, piros, zöld, piros, piros, piros. Zöld, piros. Köszönöm az uraknak a segítséget, nyugodtan fáradjatok a helyekre, István, köszönöm szépen!